Kedves nézőink, a Kiscsőszi Pajta Fesztivál 0. napján adott koncertet a Ferenci György és a Lacka Jam zenekar a népzene és a néptánc jelenlévő kedvelői és művelői számára. Mi a koncert előtt beszélgettünk a frontemberrel. Ezen a mai koncerten valószínű, hogy népzene fog felhangzani, nem éppen hagyományos népzenei hangszereken. Milyen koncert elé néz itt a szakma? Mi ugyanebből a kultúrából jövünk, csak egy másik forradalomból. Tehát én a rock and roll forradalomból jövök, viszont a saját kultúrám feltétlen rajongója vagyok, és nagyon régóta tanulom a magyar népzenét, meg egyáltalán próbálok tisztában lenni, hogy milyen szabályok szerint hogyan mozognak ezek a dolgok. És itt a Dűvő együttes tanít, akiktől egyébként mi is tanulunk. Oda-vissza tanulás folyik? Igen, és ez a legjobb, ez a legérdekesebb az egészben. Tehát szerintem mi tudunk a rock'n'rollról mutatni dolgokat, amik népzenésznek érdekes lehet. De hát itt például a Dűvő együttesben játszik a Nagy Zsolti meg a Mohácsi Berci, akikkel 91-ben együtt vettük föl a Heavy Meta című lemezt, ami egy ilyen, szerintem egy ilyen korszakalkotó fúziós lemez volt a népzenészek és a rock'n'roll zenészek között. Igen, mert ez igazából időben és térben is teljesen két külön kultúra, legalábbis az ember azt gondolja, hogy két teljesen különálló dolog. Hogy lehet ezt mégis homogenizálni és egy ilyen különleges valamit összehozni belőle? Minden népzenének a lényege ugyanaz az öt hang a pentaton, és nekünk az a szerencsénk, hogy itt van egy Kodály módszer Magyarországon, és ez mindenki számára lebontja a misztikumot a muzsikálásról, meg a zenetanulásról, és a maga nemes egyszerűségébe elérhetővé teszi mindenki számára. És ezért van az, hogy a magyar fiatalságnak bármelyik generációról beszéljünk is, hihetetlen jó érzéke van az összes olyan muzsikához, amit most lehet, hogy a trendi zenék, meg lehet, hogy éppen a Megasztár is ebbe belejátszik, hogy azt a zenét éneklik a fiatalok, de hát mainstream mindig volt, underground is volt mindig, és általában a saját nemzeti kultúra az majdnem mindenhol underground. Viszont ez egy nagyon erős, mert ugye Magyarországon van a táncház mozgalom, és szerintem a világon itt van a legerősebb underground kultúra a világon. Van szerencsénk elég sok felé megfordulni minden országba, Amerikától Algírig, és mindenhol azt tapasztaljuk, hogy sehol nincs ennyire megalapozva a saját nemzeti kultúrája egy országnak, mint nálunk. Hajnali csillag ragyog, csinálom a körülírást, figyeltes vagy? Már van vagyok, de jó Istenem, hogy szégyellem, hogy szégyellem, hogy reggel kell haza mennem. Jó Istenem, hogy szégyellem, hogy reggel kell haza mennem. Két éve alakult a Lacka Jam, és 8 éve, ha jól tudom, 8 éve ezzel a felállással dolgoztok. Mikor kezdtétek el ezt a népzenei feldolgozást zenélni? Hát én 1991-ben, és aztán hamar rá is jöttem, hogy ezt azért rendesen kell tanulni, mielőtt az ember színpadra teszi, úgyhogy abba is hagytam a színpadi dolgokat, viszont a tanulás nem hagytam abba, és ez a zenekar, ez annyira fogékony ezekre a dolgokra, hála jó Istennek, hogy velük egy teljesen más szintre lehetett lépni, mert ezzel a zenekarral meg tudjuk csinálni, hogy eljárunk tanulni a barátainkhoz. Tehát mi tanulunk a Dűvő együttestől, tanulunk a Csík zenekartól, tanulunk a Szalonnáéktól, akkor én tanulok még cigányzenét a Farkas Robi barátomtól, Robi Lakatos, egy csomó mindent, és ez szépen kezd így összeérni a dolog. Ha már úgy is bezárt, gyorsan.
kérjünk egy utolsót, kinézek, az ajtón megy lefelé a hold. A hold lemegy, én hozzád fel, ha még szóba állsz egy ilyen részeggel. Hát a szóba állsz, mert azért általában ilyenkor nem szoktad rám bírni a rendőröket, aztán felteszel egy kávét, és jó, hogy nem kérdezed, hogy meddig maradnék, úgyis elfogyok a pesgőn. Pakolnak a rum, hamus a terítő, mindjárt zár a világ. Ha már úgyis tezel, gyorsan kérjünk egy utolsót, hallgassunk egy kis váradit, miközben megy lefelé a hold. A hold lemegy, én hozzád fel, ha még szóba állsz egy ilyen részekkel. Szóba állsz, te kedves, aztán felteszel egy kávét, és jó, hogy nem kérdezed, hogy eddig maradnék, úgyis elfogyott a pesgő. Pakolnak a romák, hamus a terítő, mindjárt zár a világ. Jó pár lemezetek megjelent idáig, és az előző lemeznek van egy különlegessége, Amerikában készült maga a felvétel. Hogyan jött az ötlet, hogy oda kimenjetek, és ott készítsetek egy magyar zenei lemezt? Hát nagyon-nagyon régóta ki akartunk menni Amerikába, és a rackát már úgy raktuk össze, már úgy kezdtük el a legelejétől összerakni a Zsoltival meg az Ádámmal, hogyha esetleg egyszer összejön egy Nashville-i stúdiófelvétel, akkor ott az 50-es évek hangfelvételi metódusával magyarul mindent egyszerre, ilyen Fradi mindent bele című történet, hogyha oda eljutunk, akkor valóban legyen egy értékelhető lemezfelvétel, és hát ez most jött össze. Ezt októberben voltunk ki, novemberben jelent meg a lemez belőle. Ezt CD formában lehet csak megvásárolni, vagy letölthető is, hiszen azt mondják a fiatalok, hogy inkább egyszerűbb letölteni az internetről, nem sokan mennek el a boltba és veszik meg a CD-t. Mi a véleményed erről? Mert így változik a világ, de ez nem baj egyáltalán. Szerintem végre a fiatalság határozza meg, hogy milyen formában akar a muzsikához jutni. Tehát itt divat fanyalogni, hogy mert a CD eladás, de szerintem itt az a lényege, hogy egyrészt indokolatlanul és teljesen erkölcstelenül drágán adtak egy CD-t a világon. Tehát 5000 forint ilyen semmit mondó, teljesen nulla popzenei CD-kért, szerintem az irreális, és ez a piac összeomlását eredményezte, hála a jó Istennek. Mert itt az van, hogy ki kellett alakulnia, mint például az iTunes, most nem reklámot csinálok nekik, hogy dalon bele tudsz hallgatni és meg tudod vásárolni. Ez több dologgal is jár. Egyrészt, hogy én nagyon szeretek albumba gondolkodni, ugyanúgy, ahogy koncert műsorban is szeretek gondolkodni. Tehát az albumnak van egy éve, és most a közönség nincsen rászorítva arra, hogy egy egész albumot megvásároljon, de hát ez van, tehát nem mi határozzuk meg, tehát ezt a fiatalok nagyon ügyesen bánnak a számítógéppel, és letöltik bizony. És igazuk is van, mert így rákényszerítették a lemezkiadókat, hogy visszavegyenek az arcukból, és sokkal hozzáférhetőbbé tegyék a muzsikát. Most 99 centért tudsz egy nótát vásárolni, tehát ez teljesen más kávéház. És a rossz dalokat nem kell, hogy megvedd. Koncertnek milyen lesz az íve, hiszen hogyha valaki fölment a honlapotokra, ez még nem is jelent meg, tehát ez abszolút titokban csak a szakmai körnek szól ez a koncert. Különleges is lesz. Nem a szakmának, inkább itt a cimbinek, meg ennek az egész kezdeményezésnek szól ez évről évre. Ez is, hát majd meglátjuk, fogalmam sincs, hogy milyen lesz. Tényleg nem lehet előre tudni. Ha azzal, ugyanazzal a lendülettel neki megyünk, azt lehet, hogy tök rosszul fogunk játszani. Tehát tényleg nem lehet előre tudni.
De nagyon esetleges. De az, hogy miket játszatok majd? Részben azokat lehet. Van a műsornak egy íve. Az a jó, hogy a mi közönségünk az Magyarországon, tehát az elképesztően nyitott, és egész koncertbe gondolkodik a közönségünk is. Tehát nem azért jönnek, hogy mert egy slágert meghallgatnak, és ha nem játszod el, akkor az ő vettem jegyet, hogy na jaj, az dal a nagy slágeremet. Tehát ez a műbalhé engem egyáltalán nem érdekel. Engem az egész koncert az érdekel, az egész bulinak az íve. Tehát én nem vagyok hajlandó beszélni ebbe. Ha nincsen slágered és nem játszik a Petőfi Rádió, akkor ebben a műsorban ez engem nem érdekel egyáltalán. Nem a maffiának muzsikálok, embereknek muzsikálok egy olyan zenét, ami jön belőlem. Lenézik-e szegény költőket az elbízott kevés urak? Kik a megyék s ország gyűlésén fényes szerepet játszanak? Pusztulj az útból, jó fiú, ki kopottan ballagszott gyalog, mert eltiportat ezen úr, ki hintó melletted elrobog. Azért vannak tánulj nagyra, hogy őket paripák viszik, s még a költő tengődik éhen, az ő szolgájuk is hízik. Ami még szebb, azt gondolják talán, hogy fontosabb a kők, az emberiség tényleg ilyen minden haszontalan verselő. Ti, kik úgy felpuhalkodátok, tudjátok-e, mik vagytok ti? Az apró, a napi események bulandó pásztor tüzei. Éjjelként lát a vándor, míg föl lobogtok magasan, de reggel felé e nagy tüzeknek már csak hideg volt hamba van. Hozzátok képest, mikor égtek a költő kicsi csillagok, e messze csillámló szikráknál százszor nagyobbak lángítok, de hamvatokat is, mint ők már a szellők régen elvivék. A távolságban ez a kis csillag még akkor is egyre ég. Fontos még megemlíteni, azt gondolom, hogy érdekel téged a vers megzenésítése, kijellemezetek is van. Ez mennyire fontos a szívednek a népzene mellett? Hát nagyon fontos, mert szintén a saját kultúrán része. Egyrészt, másrészt meg rákényszerít, hogy normális szövegeket írjak utána. Mire számítasz, meddig fogtok itt muzsikálni, és lehet-e esetleg arra számítani, hogy itt nagyon sok népzenész van, hogy esetleg a többiek is előkapják a hangszert, és egy ilyen örömmuzsikálásba csapát majd esetleg éjfél után a koncert? Itt most nem fogunk dzsemelni, hanem majd a táncházba. Oda viszont szerintem be fogunk mi is ülni muzsikálni bizonyos dolgokra, mert ahogy mondtam, hogy mi is a Dűvő Együttesről tanulunk, és ezért vannak közös kapcsolódási pontok, és hoztunk is nekik meglepetést most estére. Egyedül alszom, és nem semmi egyedül. Megedélek hegedül, a hallgatom játszik a lelkem a hú, örömből idők mindenen túl. Még beszélj egy kicsit a hangszeredről. Ez is egy érdekes harmonika, ha jól tudom. Igen, mert ez egy magyar gyártmányú hangszer, ez egy mesterhangszer. Egy srác csinálja, Kovács Zombor nevű barátom csinálja a hangszert, és agyonvágta vele a világpiacot, hála a jó Istennek, egy olyan hangszer, ami tökéletesen alkalmas rá, hogy magyar népzenét, meg cigányzenét, egyáltalán mindenfajta nyitott muzsikát lehessen egy blues harmonikán is játszani. Tehát az a kulcs szó, hogy blues harmonika, mert a kromatikus harmonika volt idáig, és ez is egy csodálatos hangszer, ez nem az én világom. Abban nincs meg az a vadság, ami a blues harmonikában megvan, és nekem az kell. Én úgy akarok blues harmonikát játszani, hogy nincsenek hangolásbeli korlátok rajta, és ez a hangszer született meg 2 évvel ezelőtt. És ezen a hangszeren fog magyar népzene megszólalni, ami azt gondolom, hogy szintén nem egy hagyományos dolog.
Hát egyáltalán nem, Nashville-be le is akadtak tőle, mert ők úgy tudják, mert ugye a nashville-i hangmérnök azért ahhoz tudja, hogy egy bluesharmonikán milyen hangok vannak, és ez meg nem az, és ugyanakkor meg kívülről meg tök úgy néz ki, úgyhogy voltak kérdések ezzel kapcsolatban. Jaj, de hamar feladtad, két szép köncsepp volt a bélyeg, most már aztán utazza. Az én szívem, de képes lap, jaj, de hamar feladtad, két szép köncsepp volt a bélyeg,